és akkor itt a Rácson keresztül ott van a Fél-Duna-kanyar. Végül csak találtunk egy ilyen kilátópontot. Közben egy kicsit javult az idő, mint hogyha úgy szépen lassan és teljesen sápadtan a nap is kezdene előtünedezni. Úgyhogy talán a végén még majd melegünk is lesz. Bár most szinte végig lefele jövünk. A jelzés közben lejött arról a széles erdei útról. Egyébként pedig ez itt a jelzés. Tehát ilyen a minősége, csak úgy jelzem, hogy azért nem ártana újra festeni. És hát az erdő továbbra is szép és üdezöld. Kilátás az néha van, néha meg nincs. És hát a túra inkább egy ilyen kényelmes, viszonylag gyors tempójú sétába ment át. Semmi emelkedő, semmi ereszkedő. Megyünk végig a szinten. Kicsit így ingerszegényebb most ez a rész, leszámítva a kilátást néha. Talán eddig a legjobb kilátás a Dunakanyarra. Ugye ott jön be. Itt alul hát nem nagyon látszik, most éppen felhőben van, és a sötét szürke. Látszik a kanyar közepe is. Itt ez a kis halom, ez itt eltakarja, és akkor ott a másik vége. Ha valaki látta a Spartacus ösvényes videónkat, onnan is van egy pazar kilátás erre az oldalra tekintve. És mondjuk, hogy az a bokor ne legyen benne. És akkor azt a kilátást pedig onnan szemből, ott az a Kispap-hegy, ott a három kupac közül a legalacsonyabb, szerintem legalábbis. És onnan lőttük errefelé. Annak a tetején van az emlékmű. Keserűs hegy látszott onnan. És nem dobogókő. De hát végülis nem sokat tévedtem, mert dobogókő is. Az végül is itt van, a keserűs hegy mögött. Csak ez elég magas ahhoz, hogy eltakarja. Na és akkor vissza az útra. És baktatunk tovább. Dobogókő felé. Most már szerintem ténylegesen lehetünk úgy nagyjából félúton. Mármint a prédikálószék és dobogókő között. Bár lehet, hogy ez még mindig csak egy ilyen túlzott optimizmus részemről. Az út minden esetre továbbra is nagyon szép. Bár olyan borzasztó nagy látnivaló most nincs. Leszámítva ugye azt, hogy most be tudtuk azonosítani a múltkori túrából a kilátást. Közben itt volt egy kis kavarodás, ugyanis a jelzés az meglehetősen trehányul van fölfestve. Főleg a kereszteződéseknél nincs, mondjuk ahol látjuk, hogy nincs, csak szükség volna rá. Itt most van ugyan jelzés, és hát egy ilyen viszonylag széles és kijárt erdei útról váltott egy ilyen keskeny ösvényre, ami erősen lejt. És hát a célod szemben ott magaslik majd az valamelyik ilyen csúcs ott a gerincen dobogókő lesz, vagy még lehet, hogy nem is látszik, csak ott a gerinc mögött fog majd. És hát sajnos ez az út, ez leereszkedik a völgybe, majd nyilvánvalóan pedig föl. Szóval égnek majd a kalóriák. Akkor nagyjából itt elértek a völgy alját. Ahogy látom, innen kezd átcsapni megint emelkedőbe az ösvény. És most megnéztük a GPS-en. 460 méter magasan vagyunk. És dobogókő pedig 700 méter durván. Tehát
következik egy kis mászás újból. Ugye egyszer már megvolt a prédikálószék, ami dömös szintjéről, vagy mondjuk legyen 100 méter. Egy kicsit azért a Duna fölött van. 100 méterről 6.39, az ugye 5.39. És most még ez hozzá. 4.60-ról a 700. Szóval azért lesz némi szint a túrában. Viszont, hogyha jól emlékszem, akkor Dobogókőről már ténylegesen csak lefelé vezet az út. És hát nem, csak egy ilyen kis upli volt benne, most megint lefelé megyünk. Szóval majd megmondom, hogy a völgy alja pontosan hány méteren van. Közben keresztezik a mi utat. És még mindig meredeken lefelé tartunk. Sajnos. De talán már látszik az alja. Meg itt a kultúra is valakiből kitört. Aki a használt sparheltjét ide dobta. Ez már ténylegesen a völgy alja lesz. Lássuk, víz van benne, vagy sem. Jelzés az erre jön. Hát valami van az alján, valami kis víz. És egy ilyen igencsak szurdokos vízmosás. Na és akkor valószínűleg ez tényleg a legalacsonyabb pont volt most itt. 430 méter. Tehát akkor még 270 van a csúcsig, fölfelé. És hát azért közben is volt egy-két ilyen kisebb-nagyobb hupli. Úgyhogy a végén majd összeszámoljuk. Itt különben valamilyen forrásnak kéne lenni, aminek a vizét gondolom itt látjuk a völgy alján. Na majd meglátjuk, hogy tényleg oda vezet-e az út. Aha. Itt még lejjebb kell menni. Szóval lehet, hogy nem is 430, hanem csak 425. Mert itt le, át, és akkor onnantól már tényleg csak emelkedni fogunk. Íme a forrás, Királykútnak hívják. Hát mondjuk elég igénytelen király kellett ez legyen. És innen a, mondom, Királykúti völgy, vagy Királykúti patak. Arrafele szépen folyik lefelé. Én meg ott, ahol a kedves gyerekem balettozik föl, ott folytatjuk tovább az utat. Tehát pontosan itt ered-e ez a víz, azt nem tudom. Itt feljebbről is csöpög még valami. Aztán lehet, hogy csak ezt a vízmosást is ez mosta ki, és még feljebb lesz az igazi forrás. Itt nem túl bizalomgerjesztő, én ebből biztosan nem innék. No és akkor kapaszkodjunk ki innen. Nem is túl bővízű, körülbelül ennyi. De a szurdok az vadregényes. Az út pedig, hát, igen, meredek. Valóban följebb eredt. Itt van szépen kiépítve. És akkor innen kezdődik ez a vízmosás, ami abban a nagyobb vízmosásban ér véget. És ez itt a Királykút. Hát, szomjan halna a király. Éppen csak, hogy valami nyák csöpök belőle. Felújítva 79-ben. Jó. A vizet is beköthették volna, ha már felújítják. Úgyhogy valószínűleg a forrás az több helyen is forrhat, mert innen nagyon gyengén csöpög. Ott van egy esőbeálló, egy ilyen kis pihenő, útjelző táblával. Ímé a
tábla, ugye azt mutatja, hogy még 2,5 kilométerünk van hátra, illetve utána még egy csomó dömösünk. És itt van az, ahol alig láthatóan ugyan, de rámutatok, és talán azért látszani fog. Ez itt az országos kékjelzés. Szóval itt becsatlakozott a piros háromszög mellé. Egyszer ugyan a vadállóköveknél is láttam kék túrajelzést, de akkor az egyszer, és azóta most. És itt is. Itt viszont most már mindig megjelenik a piros háromszöggel együtt. Halványan ugyan, de ott van. Na és akkor kapaszkodunk dobogó felé. Királykúti kulcsos házhoz érünk. Ott az erdő közepén az összkomfort. És itt a kulcsos ház. Szép állapotban. És hát sokan vannak körülötte. Szalonnasütőhely, padokkal, asztalokkal, és maga a kulcsos ház. Belülről nyilván nem tudom megmutatni, mert kulcsom nincs hozzá. Ott van még egy, valami hátul. De így jól néz ki. Teljesen felújítva. Szóval a környék se rossz. Most ugye látszik, ezen az oldalon jöttünk végig eddig, majd ott le, újra fel, és most itt vagyunk. Ott pedig egy egész ilyen brigádgyűlés van az úton. Hát igen, közeledünk Dobogókőhöz, úgyhogy most egyre sűrűbben fogunk belefutni turista csoportokba. Ideig azért mindenki el tud jönni. De hát ez így is van rendjén. Nem mindenkit riasztott el a rossz idő, ami végső soron nem is olyan rossz. Mármint az idő. Újból keresztezzük a műutat, és egy újabb eligazító tábla. Időközben Dobogókő 3,3 km, pedig jöttünk már egy felett a 2,6-os tábla óta. Hát, itt így forradalmas, itt van a matematika, úgy nézem. Igen, ez is valószínűleg oda vezet. De mi így megyünk. És még toronyi ránt fölfelé. És ahogy kezdünk kimászni megint a csúcs irányába, újra föltűnik a bükkfa az erdőben. Sőt, lassan ez lesz az uralkodó faj. Közben az út ismét viszonylag meredeken emelkedik. Ilyen kis ösvény csak. És mutatok valamit. Ott voltunk egy néhány órával ezelőtt, az a prédikálószék csúcsa. Még most is ugyanabban a felhőben ül. Úgyhogy a kilátás azóta sem javult. És még egy kicsit mászni kell. Közben egy ilyen ritkás és ilyen furcsa hangulatú fenségszerű valamire értünk. Rengeteg fa van itt szanaszét dobálva. Ami bár inkább lenne az én udvaromon, szépen gúlába rakva. De hát mindegy, itt is biztos kell. A biodiverzitás megőrzése érdekében fejlődjön benne a sok fakukat, pedig hát kárért. Na mindegy. Szóval most már az út nem olyan meredek, meg szélesebb is lett, meg sárosabb is. És úgy nagyjából már olyan csúcs közeli a feelingje az egésznek. Bár a tábla szerint még egy csomót kell jönni. Úgyhogy
majd meglátjuk, hogy kinek volt igaza. Azért is látszik, hogy ezt a részt bőven érte az ónos eső. Szóval az itt heverő fának egy részéért az időjárás a felelős. Az összkép nem sokat változott azóta sem. Annyi az egész, hogy most így besejtelmesedett. Itt is köd van lassan, még nem olyan sűrű, mint a prédikáló széken, de azért alakul. Szél is fúj, ilyen elég hideg és félelmetesen. És hát olyan esőre álló lett az egész helyzet. Hát reméljük, hogy azért kihúzzuk még a visszaútot is. Megázás nélkül. Most nagyon közel kell legyen dobogókő. Igazából az út már nem is nagyon emelkedik.